Kérem, hogy mondd a nevedet. Géjóa. És milyen népviseletben vagy? Székely népviseletet látok. Mutasd meg a szép ruhádat. Nagyon szép csizmája is. Ahogy látták, volt itt székely, sváb, sőt roma viselet is. A nemzetiségek napjához kötődően a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában, amely két tannyelvű általános iskola, különösen odafigyelnek a nemzetiségi kultúra értékeinek továbbadására. Nem csak németül tanítjuk a gyerekeket, hanem gyakorlatilag az órák fele németül is zajlik, illetve népismeretórák is vannak, ahol valóban a svábság múltjáról és a magyarországi németek jelenéről tanítjuk a gyerekeket. Országosan megrendezésre kerülő Trachtágra kapcsolódtunk annó rá. Két éve már csináltunk egy ilyen nagyobb rendezvényt, ahol végül is nem csak azt szerettük volna elérni, hogy a mai ruhájukat kiegészítsék valami népviseleti darabbal a gyerekek, hanem egy divatbemutatót is tartottunk, egy népviseleti divatbemutatót, ahol nem is csak a svábságnak a divatját mutatjuk be, hanem széke, illetve cigány népviseletet is fölvehetnek a gyerekek. Azért örülök, hogy idén megcsinálhatjuk ezt ismét újonnan, mivel meghívtunk rá ismét szülőket, és azt gondolom, hogy ez egy roppant fontos dolog, hogy a szülőkkel való kapcsolattartást fejleszteni tudjuk így, és örülök, hogy itt vannak. A családok már nem teljesen tiszta sváb családok, sokszor keveredtek már is, hát itt Bonyhád a völgység központja, itt rengeteg székely, vagy esetleg roma tanuló is tanul, és hát őket sem szerettük volna kihagyni ebből az alkalomból, úgyhogy megkértük a szülőket, hogy a délutára ilyen viseleteket hozzanak, kinek mi van, de olyat is láttunk, hallottunk, hogy van, akinek perui viselete van otthon, semmi közük Perúhoz, de arra jártak és vásároltak ilyen népviseletet, úgyhogy még az is lehet, hogy perui viseletet is vesznek a gyerekek. A kicsik nagyon élvezték, hogy egy kicsit beöltözhettek. A szülők, mesélte Klesznerné Glöckner Éva, először nagyon meglepődtek, mindenkinek kiállt keresgélni a fiókban a régi ruhadarabok után. Ők fölmentek a padlásra, összetúrták a ruhákat, mert tudták, hogy van valahol még a Schwab dédinek a holmiai megvannak. Előkeresték ezeket a ruhanemüket. Teljes viseleteket nagyon ritkán találunk, de egy-egy ruhadarabot, egy vákendőt, egy pacskát, egy blúzt, egy szoknyát, vagy esetleg egy kötényt, azt azért jobban lehet találni. És egyébként a Trachtág maga azért lett kitalálva, mert országos szinten felismerték már, hogy teljes viseletek nincsenek, viszont a hétköznapi viseletbe egy évben egyszer be lehet illeszteni a sváb ősök ruhadarabjait. Na most mi is ezt használtuk ki, ezt az ismeretet, és ma délelőtt a gyerekek hozták a kis holmiaikat, és az egész nap úgy telt, hogy a kisfiúk kalapban ücsörögtek, vagy pacskerral a lábukon. Egész más, amikor beszélgetünk róla, és egész más, amikor viselhetik. És persze a nemzetiségek viseletei mellett megjelentek a magyar népviseletek is. Így találtunk egy siolgárdi népviseletben pompázó kislányt. Van rajtam két darab alsó szoknya, van rajtam egy kötény, és van rajtam egy ilyen mellény, meg van egy blúz. És nagyon sok rajta a csipke, és nagyon szép. Az a szülők a lelkükre kötik, hogy erre nagyon kell vigyázni, de azért általában a tanítónénik otthonról tudnak hozni olyan holmikat. A tanítónénik azért nem ma kezdték a pályát, van nekik otthoni gyűjteményük, és akkor beviszik órára a ruhákat, föl lehet venni egyik órán, vagy az első 10 percben rajtad van a blúzocska, a második 10 percben meg a másik gyereken, és akkor szépen elosztjuk, hogy mindenki azért vegyen föl valamit. Én annak örülök, hogy a mai gyerekek rendkívül nyitottak mindenre, amit mi felnőttek mondunk nekik, és ebből is látszik, hogy a felnőtt példája az igazán jó példa, már ha jó példát tud a felnőtt mutatni, és nagyon-nagyon szeretnek mindent, ami a régi időkkel kapcsolatos. Nagyon kell nekik a lelassulás, a beszélgetés velük, a régi ruhanemük, tárgyak fogdosása, és az ezekről való beszélgetés. Igazi divatbemutató kerekedett az iskolában, amit persze egyaránt élvezett gyerek a kifutón és a háttérben áldogáló szülők is. Ez a nap is közelebb hozta a gyerekeket, őseik és más népcsoportok kultúrájához. Ahogy hallottuk, ők még nyitottak mindenre, ami szép és érdekes.